Bárándi Gergely képviselő úr, az MSZP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez, rokonok címmel. Bárándi Gergely képviselő úré, a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt jegybank elnök úr, gondolom ismeri a klasszikus művet, aminek a címe úgy szól, hogy rokonok, önökről is írhatták volna. Vagy másként kérdezem, mikor jár már le ennek a műnek a szavatossági ideje itt a közéletben? Biztos emlékszik rá, tisztelt elnök úr, hogy először robbant az úgynevezett VS botrány, amikor kiderült az, hogy az ön unokatestvérének, Szemerei Tamásnak az érdekeltségébe tartozó New Wave cég összesen több mint 500 000 forintban részesült támogatásként a Magyar Nemzeti Bank alapítványaitól. Ugyancsak a New Wave-höz kötődő üzleti kör mintegy 630 millió forintnyi közpénzt kapott, szintén közvetve a Magyar Nemzeti Banktól az alapítványokon keresztül. De mehetünk egy kicsit távolabb, ennek van egy másik unokatestvére is, őt Szemerei Szabolcsnak hívják, ő sem maradt ki a Magyar Nemzeti Bank pénzosztásából. Ő 400 millió forintos MNB hitelt kapott, és hogy már itt maradjunk a családban, a felesége, aki kecskeméti polgármester, ő nem személyesen kapta meg ezt a pénzt, hanem a város javára, úgymond, a duális oktatási központ kialakítására fizetett ki az alapítvány, mint egy 12 milliárd forintnyi közpénzt. De ön saját magával sem volt szűkmarkú, elnök úr, hiszen az önről írt Sakk és Póker című könyvre több mint 20 millió forintot adott át az alapítvány a Kairosz kiadónak, illetve 2500 példányt vásárolt abból a kötetből, ami az ön heti válaszban megjelent írásait tartalmazza. Egyébként lehetne még ezt a sort folytatni, hogy például a Szemerei Tamás érdekeltségi körében lévő kis bankok körében mennyi pénz került, olyan bankokében, ami egyébként az ön fiát is hitelezi, vagy hogy került 3,5 milliárd forint Mészáros Lőrinchez. Ön szerint ez rendben van, elnök úr? Nem kéne lemondania ezután? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszra megadom a szót Matolcsi György elnök úrnak, akit tisztelettel köszöntök. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Önök, balliberális ellenzék, 3 hónapja politikai támadást folytatnak, visznek a Magyar Nemzeti Bank a Magyar Jegybank ellen. Ez botrányos. Önök a politikai támadás trükkjeként blöfföket alkalmaznak. Amiket ön most elmondott, az kivétel nélkül blöff. De kezdjük talán rögtön az elsővel, a legnagyobbal, amikor önök azzal vádolták, még nem rokonok, a Magyar Nemzeti Bankot, hogy nem is volt felhatalmazva, a jegybanktörvény nem hatalmazta fel alapítványok létrehozására. Blöffnek bizonyult, a Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó törvény elolvasása után világos, hogy megvolt a felhatalmazás. Azt is mondták, hogy eltűnt a vagyon. Blöffnek bizonyult, kiderült, hogy 830 millió forinttal több az alapítványi vagyon, mint volt. És közben 700 jó kutatási, tudományos oktatási projektet támogattak az alapítványok 3,3 milliárd forint értékben. Ön, miután már elfogyott a blöff a politikai, a Magyar Nemzeti Bank körében, ön most a rokonokat veszi elő, egyébként kiváló regény kapcsán. Nos, itt is csupa blöffet sorolt föl. Kiderült, önök hónapok óta mondják, Szemerei Tamás tulajdonában van a vs.hu. Hát kiderült, hogy nem, blöfföltek. Nem Szemerei Tamás tulajdonában van. Önök azt mondták, hogy a Magyar Nemzeti Bank pénzét osztogatja a növekedési hitelbank. Blöfföltek. Minden bank saját döntésével a saját pénzét osztogatja, dönt jó projektek felett, és utána saját maga viseli ezért a felelősséget. Minden ön által fölhozott példa ugyanannak a politikai hadjáratnak a része, blöff, blöff és blöff.